Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon. A Lucas-t sikerült megint megijesztenem. Nem akartam megijeszteni, gondoltam bejövök a szobába, és maradjál, mindig megijedsz. Mindig rajta van a fülhallgató, és akármikor bejövök a szobába, mindig megijedsz. Igazi, jó, nem. Így jöttem be, jó, most egy kicsit meg akartlak ijeszteni, nem annyira, hogy ugorjál. Na mindegy. Sapka. Ja, szép a sapkát, add ide. Na, úgyhogy most nem más csinálunk, mint... Adjuk vissza a sapkát. Visszaadom a sapkát, és úgy döntöttem, mivel a Lucas nem jön velem sehova, jössz velem hajózni? Nem. A Davis óvodában van, a feleségem azt mondta, hogy kell vasalni, meg el kell pakolni, jelenleg ott van ki. Ő se jön velem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egyedül meg nem akarok menni. Elviszek mindenkit magammal, vagyis titeket, téged ott a képernyő előtt, mögött, előtt, ugye, képernyő előtt, így bent ott a lencse mögött. Ugyanis egyedül nem nagyon szeretek menni hajózni, néha úgy jó egyedül ugye elmenni, elgondolkodni az élet dolgain, de valahogy, na, ma nincs kedvem egyedül elmenni hajózni, gondolom, hogy elviszek... Tudok valaki más, aki akar jönni velem? Ki akar jönni velem? Te! Ja, én. Elviszek mindenkit, titeket, úgyhogy... megmutatom, hogy mit viszünk magunkkal, hova megyünk, és mit csinálunk. Végül csak hajózni fogunk valószínű. Lucas az itthon marad, az iskolai szünet még mindig tart, ugye? 2 hét van vissza. Még mindig? Na mindegy. Úgyhogy én elindulok. Elfolytettem, hogy van egy sapka. Ja, szép a sapkád. Na, úgyhogy menjünk. Amúgy a Lucas volt, mikor? Szombaton? Ma milyen nap van? Na minden, jött velünk, ugye az egész család elment, de Lucas is szeret kimenni a vízre, de nem annyira, hogy minden nap kimenjem. Mondjuk tegnap nem volt. Na nem baj, mit csinálunk? Ja, hozom a táskámat, várjál. Mutatom, hogy mit csinálunk. Megmutatom egész pontosan, hogy megy ez a hajózás. Mielőtt elindulunk, oda megyünk, meg mindenféle fajta dolog. Tehát, nyitjuk a garázsajtót, felkapcsoljuk a villanyt. És itt a kis táskám. Ez a kis táska azért van. Mert hogyha egyedül megyek, ezt viszem magammal. Amúgy ez egy ilyen festéses, festős táska, ami a só már lehet látni az alján, de na mindegy. Ezt viszem magammal, hogyha az egész család megy, akkor egy ilyen hátitáskát viszünk, ugye minden beleférjen. Viszünk magunkkal vizet, nem? Vizet viszünk magunkkal, mert inni mindig kell. Amúgy ti mit vinnétek, hogyha mentek mondjuk hajba, vagy jönnétek velem, mit hoznátok? Mint a kamerát biztos, hogy elhoznátok, indivalót, ugye vizet, aztán mit vigyünk még? Kinyitjuk a hűtőt, én viszek egy kólát viszek magammal, elviszem az utolsó energiaitalamot is, ezt a Monstert, általában ezt szoktam inni, azt is berakjuk oda, bezárjuk. Aztán viszünk magunkkal valami ennival, nem ennivalót, vagyis valami olyan dolgot, hogy ilyen chipset vagy valamit, hogy ne unatkozzunk, ugye a hajó, hogyha megállunk. Itt tartjuk a chipsünket, meg a kenyerünket, meg a levesünket, ilyen gyors levest. Ez az én gyors levesem, rettentően szeretem, ez még majdnem, hogy rimelt is. Ilyen chipset nem viszünk, mert túl nagy, amiatt viszünk, ezt szeretem, ezt a kis perecet. Na, ilyen kis zacsiga van, szerintem egy elég lesz, nem? Ti mit kértek, mit vinnétek? Kis perecet, ilyen chipset. Látod, ez sós, szeretem. Aztán van ilyen chips, ilyen sajtos. Aztán még mi van itt? Ilyen mindenféle fajta, ilyen chips, vagy ilyen csirkés is. Ez mit van? Ez van ilyen másfajta kex. Leves nem viszünk magunkkal, van ilyen Pringles, vagy Pringles, vagy minek hívják. Na, majdnem itt hagytam a chipset. Ezt is berakjuk ide a táskába. Aztán ezen kívül a legfontosabb. Én már fel vagyok öltözve, tehát ez a vízi ruha van rajtam, ez azért jó, mert ezen a napfény, ezek az UV-sugarak ugye nem jönnek át, tehát nem tudsz leégni. Ha rendes póló van rajtad, akkor ugye átmegy rajtad és leégsz és fáj a tested. Ilyet lehet vásárolni mi nálunk. A gatyát mutatom, a gatyámat. A gatyám ott van. Ott, látod? Ez ilyen úszogatja. Aztán mit viszünk magunkkal? Napkrémet, ugye be kell magunkat kenni, hogy megtalálod hol van. Ugyanis valaki elrakta, nem, megvan. 50 pluszos. Ilyet nem viszünk magunkat, de bekenjük magunkat. Úgyhogy, várj, addig leálltam a kamerát, hogy lerakom. Gyorsan bekenem, úgyis a fejemet, mindent ugye beszoktam kenni. Aztán utána nem más semmit, felhúzom a cipőmet, elköszönünk a családtól.
És kell venni benzint. Úgyhogy visszük a benzinás kanált, majd azt is mindjárt megmutatom, hogy hogy működik. Na, amit még viszünk magunkkal, mutatom. Olaj. Itt a motorolaj, ugyanis kell venni benzint. Mindjárt megmutatom, mit csinálunk vele. Itt az utánfutó. Viszünk egy kannát, egy ilyen 10 literes kannát. És megkeverjük. 100 az 1-hez. Ugye kell bele rakni olajat, aztán mink a benzinkútra és megtöltjük benzinnel. Na, raktam a mérőkébe, ez egy mérő, 100 millit olajat. Ezt most belerakjuk. Ide beleintjük. Próbálom nem mellé önteni. Azt utána, mink a benzinkútra és megtöltjük benzinnel, veszünk 10 liter benzint. Megvan minden, legalábbis nagyon remélem. Beraktam a benzines kannát, beraktam a táskámat, hoztam egy extra fölsőt, hát ha vízes lesz, ugyanis néha beleesik a vízbe, vagy valami, és át kell ugye cserélnem. Törölköző van a hajom, bár nem hiszem, hogy elmegyünk ma úszni. Itt a benzinkút körülbelül egy ilyen egy persze semmi tőlünk. És itt megállunk, veszek 10 liter benzint, általában én szoktam venni. Aztán megyünk tovább ugye a hajóhoz. A hajó mi tőlünk egy ilyen 10 percre van, attól függ, ugye milyen a forgalom, ilyen 10 percre van mi tőlünk. Nincs olyan túl messze, na itt ez a benzinkút, ide bemegyünk. És veszünk. Nem a legjobb benzint veszek ugye a motorba, mert csak két ütemű. Az autóban mindig a legjobbat tankolom, de a motorban nem. Nagyon megállítom. Na, tankolás vége. Általában 10 litert veszek, nem általában, mindig 10 litert. Veszek 10 liter benzint, ami nem több, mint hát, hogy ugye mennyibe kerül a benzin, mert mindig változik az ára, de ilyen 11 dollárba körülbelül. 10 liter benzin az körülbelül elég olyan 4 órára. Ilyen néha többre is, mint 4 óra. Hogyha egyfolytában ugye megy a hajó, meg attól függ, hogy hogy vezetem, hogy mennyire húzom neki, mennyire nem. Általában nem szoktam olyan nagyon gyorsan menni, nem szép lassan, ugye, hogy élvezni. Hogy ugye, ahogy mész meg, hogy mit látsz, ugye ez nem ilyen sporthajó, ami arra van, hogy nagyon tudjad húzni neki, meg rettentő gyorsan menni. Tehát ilyen átlag sebességgel, ahogy én szoktam menni, olyan körülbelül 4 órára elég ez a benzin. Tehát mennyi volt? Körülbelül 10-11 dollár volt ugye a benzin, ami ausztrál dollár, magyar forintban az körülbelül olyan 2000 forint, nem? Jól számoltam? 2200, vagy mennyi most a forint? Az ausztrál dollár, ugye? Annyira elég, ugye? Tehát, hogy kifizetek 2000 dollár... Hogyha kifizetek 2000 forintot, körülbelül az olyan 4, mondjuk az, hogy 4 órai hajózásra elég, úgyhogy nem olyan vészes, tehát nem eszek olyan túl sokat. Azért szeretek kimenni ugye minden nap, hogyha csak tudok, a munka után, délután, egy órára vagy kettő, mert kimész, el vagy, és szinte semmiben nem kerül. Aztán az egy fontos dolgot elfelejtettük, az pedig nem más, mint a sapka. Ugye a sapkát mindig figyel magaddal, de ma nem tudom miért. Általában nem felejtem el a sapkát, az mindig rajtam van, de annyit beszéltem ugye, hogy mit csinálunk, hol megyünk, meg mi lesz. Na mindegy, elfelejtettem. Amúgy, kettő út bevezet a kikötőbe, ez az egyik, meg van egy másik, ez itt megy a víz mellett. Erre azért szeretek eljönni, nem csak azért, mert meg tudod nézni, hogy ugye, hogy találnak a hajók, ugye egy szép kilátás, hanem legalábbis nekem, én szeretem nézni a hajókat. Csak nagyon nem látom, mikor vezet. Na minden, azért szeretek erre eljönni, mert általában mielőtt elmegyek, vagy elindulok, amit nem elfelejtettem megmutatni nektek, megnézem, hogy apály van-e, vagy dagály, hogy tehát, hogy jön felfelé a víz, vagy megy lefelé, mi az fontos tudni, és hogy merre állnak a hajók, tehát merre megy, nem tudom, hogy mondják magyarul. Ugye a víz merre viszi a hajókat, mert minden időpontban más felé állnak, tehát mutatom neked. Hogyha megnézed, ezek a hajók most erre állnak, így arra felé, arra, amerre megyünk, arra felé állnak, tehát arra viszi őket a víz. Később meg fognak ezek fordulni, és vagy mennek visszafelé. Nem tudom, értitek-e vagy nem, hogy mit mondok. Na mindegy, ez azért fontos, mikor jövök ki a kikötőből, hogy amikor elengedem a köteleket, ugye a víz merre, abban a pillanatban ugye elkezd vinni a sodrás. Ja, a sodrás, hogy merre megy a sodrás. És úgy kell ugye kikormányozni, úgy kell kitolatni a kikötőből, és ezt jó tudni, nem akkor ugye rájönni, hogy véletlen erre vissza a sodrás, vagy arra vissza a sodrás, és nem akarok neki menni a másik hajónak, vagy ugye valaminek. Nem tudom, értitek-e, mit mondok. Tehát ezeket meg szoktam nézni, azért általában erre jövök,
és látom a hajót, hogy arra visz a sodrás, az azt jelenti, hogy a mellettem lévő hajónak fog neki vinni a sodrást, amint a köteleket elengedem. Tehát úgy kell majd kormányoznom, hogy próbáljak ugye nem neki menni. Amúgy nem szoktam neki menni, mert ugye mindig azért megnézem, hogy merre megy. Na mindegy, közben majdnem, hogy megérkeztünk. Itt egy lejáró, hajó lejáró, ahol nagyon sok ember van már, meg hajó, mindenki ugye viszi le a hajóját. A mi kikötőnk pedig ott a lámpa után lesz. Néha nehéz parkolót találni, bár ma nem hiszem, hogy lesz probléma. Hogyha elég korán jössz, meg ugye hétköznap van ma, ilyenkor azért van parkoló, tehát meg fog tudni majd állni. Úgyhogy amint megálltunk, meg bementünk a kikötőhöz, majd folytatom tovább. Na, megjöttünk. Most kinyitunk itt mindent, benzint behozzuk. Kicsit nehéz volt filmezni, meg mindent hozni. Azért beraktam a kamerát a táskába. Na, általában berakom ide az ajtót, kulcsot az ugye ide teszem, táskát behozzuk, azt ide letesszük, aztán amit még csinálunk, kinyitjuk ezt a kis ablakot, hogy jön be egy kis levegő, így. Azt hiszem, hogy nem lesz jó ez az ajtó. Na, ide feltettük, hogyha most nem már csinálunk, fogjuk és megtöltjük. Még azért van benne. Csak szeretem mindig megtölteni, nehogy véletlen elfogjon ugye ütközben. Aztán nincsen benzin. Gyorsan megtöltjük. Kivesszük ezt a szűrőt. Általában kiszoktam, mert nem tudom, hogy miért, de kiszoktam venni. Úgy töltöm meg. Na, megtöltöttük. Üres, úgyhogy ezt addig én itt hagyom. Vagy lehet, hogy ide beteszem hátulra. Ups. Ide. Táska az marad itt, úgyhogy most nem más csinálunk, mint kirakjuk ezt. A kamerát addig lehet, hogy valahol kikötöm, hogy jobban lehessen majd mindent látni. A motort először mindig beszoktam indítani, még kikötöm ugye a hajót, hogy addig az egy kicsit járjon. Felrakjuk azt a napvédőt, azt a bimini topot, hogy ne legyen ilyen napsütés. Aztán szép lassan elindulunk. Van egy ilyen kötelem, amit ide kitettem most már, hogyha a GoPro-t valószínűleg oda valahol kikötöm. Talán többet lehet látni, mert mindent nem tudok ugye kötögetni, meg húzogatni, de hát a sok embert érdekel, meg ahogy mondtam, elviszlek titeket magammal, úgyhogy ez a menete a hajózásnak. Na, menjünk!
szél ma. Melegnek meleg van, de itt kint a vízen ugye, hogyha fúj a szél, meg rá egy kicsit így a víz, azért nem nincs az az izzadós idő. Amit még csinálok mindig, megnézem mennyi az idő. 9:42 van, hogy tudjam ugye, hogy mikor hagytam el a kikötőt, és körülbelül mikor akarok visszaérni. Nem másfelé fogunk menni, mint arra kifele valószínű. Hogyha arra elnézünk, arra van ugye a Gold Coastnak a központja, Surfers Paradise, Southport, rettentő sok ugye turista hajó. Ott a távolban, nem tudom, a kamerán mennyit lehet ugye látni. Én szeretek eljönni sokszor csak arra felére, ugyanis az egy kicsit nyugodtabb. Ott nincs olyan sok ugye turista, vannak hajók, de arra nem sok, nem annyi ember jár, egy kicsit olyan csöndesebb. Jó, körülbelül ilyen 20-25 perc, mire ugye át fogunk odaérni a túloldalra, aztán majd ott valószínű, hogy megállunk, és majd megmondom, hogy mit csinálunk. Ott húznak valakit, látod, ilyen elkövernyőssel. Visszahúzzák a hajóval. Még az életben nem csináltam, lehet, hogy jó lehet. Majd talán egyszer megpróbáljuk. Amúgy szeretek ide kiállni, látod? Itt tudom irányítani a hajót, tudok itt ebben kapaszkodni. Ha nem kamerázok, és több mindent látok. Szeretem, mikor ugye egy kint állok, és a fejembe fúj a szél. Látok mindent, rám jön a víz. Na minden. Még mindig jelenleg arra tartunk. Kikötöttünk? Körülbelül egy ilyen fél óra volt, majdnem 30 percben ideértünk. Nem mentünk olyan túl gyorsan. És mutatom, hogy hol vagyunk ezen a részen. Itt egy ilyen, nem is tudom, ilyen belfélsziget, szigetszerű rész, ahova nem tudunk bemenni. Onnét jöttünk, egész pontosan ott a házak mellől jöttünk, a nagy házak mellől. És ide érkeztünk, látod? Itt is vannak házak azon a részen, az egy rettentő gazdag rész. Majd egyszer elmegyünk arra, lehet, hogy megmutatom. Ott meg kettő szép nagy hajó. Ugyan most nem más csinálunk, mint kikötöttem a hajót. Ilyenkor nem más szoktam csinálni. Lehorgonyoztam ugye a hajót, mutatom, ide lehorgonyoztam. És nézzük a partot körülbelül egy picit. Egy percig, két percig, mert néha ugye rákukkantunk, hogy nem-e viszi a sodrás a hajót valamerre. Ugyanis, hogyha a vasmacska nem ment bele rendesen ugye a víznek az oljába, nem kapaszkodott meg, akkor a hajó elkezd menni, és el tud minket vinni egészen ugye nagyon messzire, hogy valaminek neki tudunk menni. Ugye nem a legjobb dolog, de hogyha mi kinézünk magunknak egy pontot, például azt a fadarabot ott szembe, és ránézünk egy ilyen fél perc múlva, egy perc múlva még mindig megvan, akkor nem megyünk sem erre. Ugye kicsit megyünk ide-oda, de nem annyira, főleg, hogyha jönnek ugye ezek a hullámok. Na minden. Úgyhogy el szoktam csinálni. Kicsit elvágtam megint a kezemet szokás szerint. Na minden. Mindig elvágom van magamat. Ezt lerakjuk ide. Aztán, most nem más fogunk csinálni. Amúgy mit csinálnátok? Hogyha itt lennétek most velem, mit csinálnátok? Bemennétek fürdeni, vagy mit? Mondjuk lehet, mindenhol lehet ilyen fürdeni, bár itt nem nagyon szeretnék fürdeni. És az alja itt a víznek nem a legtisztább, itt ezen a részen. Egy kicsit mondjuk arrébb megyünk arra felére, ott a homokos részre, amikor ott be lehet menni, ott sokan beszoktak menni. De az előbb kimentem kicsit arrébb, és tisztelően hínáros volt ez az egész rész. Na mindegy. Én azért szeretek néha ide kijönni, ugyanis itt nincs senki. Ups, szépen ki tudok ülni, amint elmennek ezek a nagy hullámok. Ugye ez a két nagy hajó is ilyen nagy hullámokat csinált most, azért leengedezik a hajó. De hogyha itt lennétek velem, mit csinálnátok? Horgásznátok? Fürdenétek? Én általában iszok egyet, eszek valamit, meg elgondolkozok a hajón például, hogy mit lehetne vele csinálni. Azt lehetne vele csinálni, például ezeket nem tudom megpucolni, mert nem jön le, már minden próbáltam. Nem tudom, biztos a cipőtől van, meg hasonló dolgoktól. Vagy le lehetne ezt festeni ugye, ezt a részt, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Bár attól ez még mindig ugyanolyan lesz, hogyha ezt lefestem, ugye ha le kell festeni ezt az egész részt, aminek meg ugye nem akarok nekiállni. Na minden, majd meglátjuk. Aztán azon gondolkodtam, mi lenne, ha levárnánk a tetejét, és nem ilyen kabriónak csinálnánk meg, hanem megemelnénk. Akkor be lehetne menni ide alulra, fel lehetne állni, bele lehetne rakni egy ilyen rendesebb ülőkét oda előre, amit át lehet annál alakítani ágynak, ide a konyha részét, és nem tudom, lehet, hogy jobban néznek ki, bár nagyon nagy munka lenne. Múltkor láttam egy ilyen hajót, valaki megcsinálta a YouTube-on, rettentő szépen nézett ki, nem, egy vagy másfél méterrel volt nagyobb, mint ez, ugye a miénk, és mindenben volt, aminek benne kellett, hogy legyen. Na minden, na, ittam egyet, csináljunk valami érdekeset. Normális esetben nem csinálnak ugye semmit, csak
nézelődnék itt, de mivel itt vagytok ti is ma velem. Fújjuk fel a mentőmellényt, a mentőcsónakot, és menjünk ki ide a partra. Mit szóltok hozzá? Felfújjuk, megpróbálkozok kijevezni, remélem, hogy a víz nem viszel sehova, és megnézzük azt a részt, azt a csendes részt, ahol nem tudok bemenni hajóba. Mentőcsónak itt van hátul. Mindjárt kivesszük ezeket a mentőmellényeket. Felfújjuk. Kivesszük az evezőket. Mindjárt ki. Az a baj, ez nem az az evező, ami jön a mentőcsónakkal, de biztos, hogy jó lesz bele, legalábbis nagyon reméljük. Kinyitjuk, aztán kirakom az elejére, aztán elkezdem felpumpálni. Ez az a csónak, amivel a lukaszt húzogattam ugye a múltkor. Nem lesz olyan túl sok, kb. Ilyen 10 perc, mire felfújom, de legalább oda kijebb tudunk menni. Hajóban nem akarok, mert nagyon ilyen, mondtam, ilyen hínáros minden, és ha benn ragad a hajónak a motorja vagy valami, nem fogom tudni kitolni, aztán ott maradunk körülbelül 2 óráig, ugyanis akkor lesz a víz a legmagasabb pontján, és akkor fogunk majd tudni kijönni. Felfújtam, és már repül is a sárkány. Csak rossz oldalra az a baj, hogyha most kimegyek. Áthozom erre a túloldalra. Csak meg kell fordítani. Na. Megvan a kötél. Rossz evező van, és az evező nem megy be a lukba. Most megpróbálom evezővel, hogy nem rakom be a lukba, addig kikötöm ide a hajóhoz. Aztán megnézem, hogy tudok vele evezni. Mégis olyan messze nem kell eveznem, csak oda. Na várjál, kikössük. Na. Na nem vagyok. Most már csak az a kérdés. Tudok elvezni, vagy nem. Eléggé. Jobban fel kellett volna fújni, addig foglak titeket így a lábommal. Aztán megnézzük, hogy tudok elvezni, vagy nem. Csak kötelet el kéne engednem. Retentően vissza a vízod. Nézzük, hogy vissza tudok elvezni. Ha vissza tudok elvezni a hajóhoz, akkor is el fogok tudni elvezni. Úgyhogy menjünk. A sapkám hiányzik. Na lassan, de biztosan menni fog, úgyhogy most kikötöm magam, megpróbálom magam elrugaszkodni, vagy ellökni magamat minél a hajótól. És reméljük, hogy... jönnek a hullámok. Reméljük, hogy vissza is fogok tudni majd jönni a hajót. Aztán az evezőt ki kell cserélnem a rendes evezőre. Már kikötjük magunkat. A telefonomat itt hagyjuk, ha más nem, majd visszaúszok. Hoppá, megvárjuk ezeket a hullámokat. Na nézd. Azt majd ott folytatjuk a parton, hogy elérek odáig. Na kijöttem. Kicsit arrébb kell tudni állni a hajóval, mert nem tudom, hogy mindenfelé csak nem ide a szigetre. Rettentően vissza víz. És amit jöttem előre, már mentem is hátrafel. Kicsit előrébb jöttem, úgyhogy ide kisétálok majd kicsit a végére. A víz majd visszavisz a hajóhoz, hogyha minden igaz. Úgyhogy ide kirakjuk. Berakjuk az evezőt. Aztán nézzük, mi van ezen a szigeten. Elmiszom, hogy sok mindent, de körbenézünk. Valóban kikötjük ezt a csónakot, nagy véletlen elvigye a víz, ugyanis eléggé fújja a szél. Aztán a végén meg vissza kell úsznom a hajóhoz. Én a fodarabhoz, hova kikötjük. Na, te látod, ilyen kicsit szemetes ez a rész. De bemegyünk egy kicsit oda közelebb. Nincs itt semmi amúgy. Kígyó? Nincs kígyó. Ide rákötjük addig. Így. Nem megy sehova. Tehát ahogy mondtam, ott álltunk meg. Reméletileg a hajó nem megy sehova, ugye, hogy a véletlen víz el. Ugye elég kis pici, hogyha ránézel, oda nézel, egy kis műsőr. Főleg a többihez képest, ugye. Na mindegy. Ekkor egy fodarak. Olyan messze nem megyünk be. Ugye kígyóval nem akarunk találkozni, a cipőmet megint elfelejtettem elhozni. Már lehet, hogy arra át kéne evezni. Ott arra felére, látod? Mit szóltok hozzá? Itt lennétek, mit mondanátok, merre menjünk? Átmenjünk arra? Szerintem menjünk át arra, én azt mondom. Ugyanis itt a befelé sok mindent nem lehet látni, a Jinjiao ugye nem fog bemenni, mert félek. Hát, ha van kígyó,
arra fele meg max a part mellett körül tudunk sétálni. Úgyhogy visszakikötjük a hajót. Aztán, hogy itt a vízbe egy darabig el tudunk sétálni, majdnem, hogy egészen odáig. Max lehet, hogy itt át kell eveznem, de nem olyan túl mély itt a víz. Aztán oda be tudunk menni valamerre talán. A hajóban nem hiszem, hogy át tudok menni, mert ott, mint a fennakadnák több helyen, én úgy nézem. Na visszajöttem! Hiszed vagy nem? Evező nélkül nem tudok menni. Ki kell cserélni az evezőket, mert egy evezővel ide-oda nagyon nehéz, annyira vissza a víz, mint a fene, nem hiszed el. Elmentem odáig, ott át akartam, ugye visszaveszálltam a hajóba, hogy átevezek oda, ugye ott van ilyen gödör, és nem tudtam. Ha víz visszajött, akkor megpróbáltam még egyszer, és úgy döntöttem, visszajök akkor a hajóhoz. Még mielőtt ugye feljebb jön a víz, mert ha feljebb jön a víz, akkor nem tudok odáig kisétálni. Érted, mit mondok? Na minden! Most nem más, nem beindítom a motort. Először mindig azt kell beindítani. Hát, ha nem indul be, felhúzom a vasmacskát, a horgonyt. Aztán nem megyünk sehova, csak neki valaminek. Létszánt vissza behúzzuk. Aztán indítjuk. Oda néz. Motor megy, vasmacskát, nem megy a motor, mert megállt. Na most megy a motor. Vasmacskát meghúzzuk. Nehézkes ugye felhúzni a horgonyt, meg motorozni, főleg hogy a közel állok ugye a parthoz, nagyon vitt arra befelé a víz. De megpróbálunk erre elmenni, hát kicsit beljebb tudok majd menni, bár nem hiszem. Visszamegyünk a kikötőbe, aztán kicsit megmosom a hajót. Kikötöttem ide a part mellé, mutatom, hogy találtam meg. Itt ez a parti rész, oda kell bevenni a kikötőbe. Ugye az én kikötőmhöz, onnét jöttünk. És ezt a részt nem sok ember tudja. Nem tudom, hogy miért, azért, mert van egy zsákutca, gondolom. Nem lehet sehova menni, itt egy park. Ott a park. És akármikor tele van ez a rész, volt a túlsó rész, vagy mikor lejöttek például a karácsonykor is az emberek, rettentő sok ember volt mindenhol, ez a részek szinte üres volt. Ide ugyanúgy le lehet jönni, lehet egyet fürdeni. Nem olyan túl mély a, mély a víz, attól fogják, utána persze mély volt a hajón, de le lehet jönni úszni. Ha nincs ennyire fent a víz, akkor itt lehet focizni, amit akarsz. És szinte sehol senki, nem sok ember van itt. Ott a kikötő szembe, a másik kikötő, ahol nem megyünk, arra meg a nyíltabb víz van kifele. Na mindegy, úgyhogy én most összeszedem magamat, és elmegyek haza. Most én megebédelek, csak ott ugye vissza kell rakni, meg össze kell pakolni, ott egy kicsit valószínűleg, hogy megmosom. Ezt a mai videót itt én most lassan befejezem, remélem, hogy élveztétek, hogy itt voltatok velem egyet. Hogyha nem is ugye élőbe, de legalább így a kamerán keresztül, ugye a képernyőtökön keresztül. Úgyhogy azt hiszem, hogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól fogjuk a nézni, hogy szoktam mondani. Sziasztok!